intézményünk névadója, dr. Csepregi Horváth János 1853. március 1-én született. Ügyvéd volt, közéleti ember, a szövetkezeti mozgalom megalapítója. Minden évben az ő születésnapjához kapcsolódóan egy egész hetet szánunk arra, hogy ünnepeljünk. Hisz munkássága számunkra üzenet. Közösségben élni, munkálkodni, úgy gondolom, hogy sokkal jobb érzés, mint egyedül lenni örömünkkel, bánatunkkal, nehézségeinkkel. Gyermek és diák közösségünk, nevelőtestületünk egy összetartó csapat, jó szövetkezet. Gyermek és személyiségközpontú pedagógiát képviselünk, derűs, szeretetteljes légkörre törekszünk. Nevelésünk humánus, nemzeti értékeink és más népek megbecsülésén alapszik. Pedagógusaink a gyerekeknek is tanítják a különbözőség elfogadását, a befogadó magatartást. Szerencsére a minket választó szülők nagy többsége is hasonló értékeket tart fontosnak. Szándékunk az egész életen át tartó tanulás megalapozása, a tanulók képessége, kulcskompetenciái, egyénre szabott fejlesztésének megvalósítása, az alkalmazás képes tudás középpontba helyezése. Ennek alapján pályázatokkal is folyamatosan fejlesztjük az amúgy is a 21. századnak megfelelő intézményi infrastruktúrát, bővítjük eszközállományunkat, gazdagítjuk pedagógiai módszereinket, tudásunkat. Ezen a héten egyrészt a tehetséggondozásra fókuszáltunk, kulturális tevékenységünk dominált, másrészt a nyílt tanítási napjainkon az érdeklődők betekinthettek mindennapjainkba, láthatták azt a fejlesztő munkát, azt a hozzáadott pedagógiai értéket, ami a mindennapjainkat jelenti. Ez utóbbi fontos azért is, mert a nagyszámú tehetséges diákunk mellett a hátrányos helyzetűek megsegítésére is sok időt, energiát fordítunk. Óvónői szemmel úgy gondolom, hogy az óvoda és az iskola átmenet problémájával kezdeném. A kisgyerekek számára az óvoda és iskola átmenetét nagyban megkönnyíti, zökkenőmentessé teszi, hogyha az óvónők és a tanítónők között jó az együttműködés, jó a kapcsolat. Ez úgy gondolom a mi intézményünkben nagyon jól működik. Tavasszal, ahogy engedi a tanítónénik ideje, gyakran átlátogatnak óvodánkba, bejönnek a csoportokba, és a gyerekeket saját közegükben, természetes életvitelük közben megfigyelik, beszélgetnek, érdeklődnek felőlük. Óvónéniktől is tájékozódnak, hogy a kisgyermekeknek milyen a jellemvonása, mik a személyiségvonásai, milyen a képességeik. Aztán a leendő elsősökkel májusban az óvónénikkel együtt átlátogatunk az első osztályba, ahol részt veszünk egy tanórán. Ezt nagyon élvezik a kis óvodásaink, hiszen aktívan részt vehetnek ők is, szerepelhetnek ugyanúgy az órán, találkozhatnak a régi társaikkal, ilyenkor már a tanítónénik sem ismeretlenek számukra. Október tájékán pedig az óvónénik látogatják meg a volt óvodásaikat, megnézzük, hogy mennyit fejlődtek, örömmel mutogatják ilyenkor tanszereiket, füzeteiket nekünk. A gyerekek számára az iskola nem ismeretlen, hiszen több rendezvényre is átjövünk, színházi előadásokra, bábszínházi műsorokra, aztán közös ünnepélyünk a karácsony, ahol a bölcsödéstől elkezdve a nagyiskolásig mindenki részt vesz, az óvodások is külön műsorszámmal szerepelnek. És nagy sikere van az ügyes ovis vetélkedőnek, ahol szintén minden évben részt veszünk, sőt a környező települések óvodásai is szeretettel várjuk. A Csepregi Általános Iskola egy versenyt rendezett a környékbeli óvodásoknak. Önök honnan érkeztek, illetve hány gyerekkel? Mi az Acsádi óvodából érkeztünk, és jelenleg 13 óvodással, középsős és nagycsoportos gyerekekkel. Itt gondolom már körülnéztek, vagy korábban is, nem valószínű, hogy jártak már itt. Milyennek látják, milyennek találják a csepregi kikit?
Nagyon tetszett nekünk, már tavaly is volt egy meghívásunk, és tavaly voltunk első alkalommal ezen a sport délutálon, ami nagy örömünkre szolgált, hiszen szeretünk mozogni. Itt szétnéztünk az iskolába, a gyerekeknek nagyon tetszettek a kiállított munkák, és megcsodálták azt a sok-sok rajzot, amit készítettek foglalkozásokon, és már egy kicsit előbbre is tekintettünk, hiszen vannak, akik ide fognak majd iskolába is jönni. Jelenleg is vannak az első osztályban óvodások, hiszen a meszleni gyerekeink, akik a Csádi óvodába járnak, azok közül a többség az akkor a csepregi iskolát választja az első osztályban már, úgyhogy nekünk ez így nagyon tetszett, hogy itt egy jó közösségformáló lehetőség, megismerjük a másik óvodásokat is, egy kicsit szétnézünk, kitekintést kapunk, hogy milyen lehetőségek és mások hol tartanak, és hát természetesen nem utolsó sorban nagyon szeretünk mozogni, és minden alkalmat megragadunk arra, hogy egy kicsit sportoljunk, és hát itt összemérhettük a tudásunkat másik óvodásokkal is. Egy nyílt nap van az iskolában, most már a második órát is megnézték, mi igen. A véleménye? Hát én meg vagyok elégedve, mind az oktatással, mind a gyermekemmel. Van ilyenkor egy kis izgalom a szülőben, hogy a gyerek hogy szerepel? Hogyne. Az embert büszkeséggel tölti el, hogy gyermeke jól szerepel, megnyugtatja hosszú távon, mert ugye minden nap nem lehetünk itt, de hát egy kis hiba csúszik be, akkor arra meg odafigyelünk otthon, kijavítjuk gyakorlásra. Segít egy ilyen nyílt nap az otthoni felkészítő munkába? Természetesen. Gyermek hiányosságaira esetleg rámutat, a jó dolgokat meg tovább lehet gyakorolni. Ha legközelebb nyílt lap lesz, akkor is jön? Igen, megragadom az alkalmat, igen. 14-eseket, gyerek! 14-eset mondják. Egy szülő életében mit jelent egy ilyen nyílt nap? Hát nagyon jó betekintést ad a tanítási módszerekről, és meggyőző. Jó látni, hogy milyen tudást adnak át a pedagógusok. Egy-egy ilyen nyílt nap mennyiben segít az otthoni munkába, felkészülésben? Hasonló jellegű feladatokkal próbálkozunk otthon is. A módszereket nagyon jó. Próbálunk hasonló módszereket alkalmazni én is. Ha délután hazajön a kislány, ugye? Persze, igen. A kislány akkor mit fog neki mondani? Hát, hogy ügyes volt. Mindenféleképpen ügyes volt. Magyar órán voltunk, mégis számítástechnikai eszközökkel dolgoztak a gyerekek. Miért, hogyan történik ez? Támogatópályázat kapcsán nagy összeget nyertünk, és újfajta tanulásmódszerekkel ismerkedett meg a tantestületnek a 90%-a, és ebbe az új tanulásmódszerbe az IKT eszközök használata is beletartozik, és kollégáim nagy többsége szívesen használja, én magam is megszerettem. Soha nem gondoltam volna, hogy ennyit fogok dolgozni a gyerekekkel, IKT eszközökkel. Most mit értünk ez alatt? Ugye a számítástechnikai teremben levő eszközöket, aztán amit láttatok nálam, projektor, laptop. Egyelőre interaktív táblánk nincs így, de hála Istennek az Apácai kiadónak vannak olyan módszertani kiadványai és olyan CD-i, amelyek ugyanúgy tudunk használni, nem több 100 000 forintba kerülnek, és a gyerek interaktív módon tud dolgozni vele.
ami feltűnt, hogy a gyerekek fantasztikus gyorsan dolgoznak a számítógépen. Milyen óraszámban tanulják ezt? Heti egy órában van nekik informatikai órájuk, de mint ahogy az előbb észrevettétek, vagy említettem, minden más órán is szívesen használjuk, tehát nem idegen számukra. A családok nagy többségében most már van számítógép, meg kell a gyerekeket tanítani arra, hogy hasznosan használják ezt az eszközt, és jóra fordítsák a megszerzett ismereteket. Új tanulásmódszertanban ismerkedtünk meg a gyerekekkel az úgynevezett projekttel, amit szintén a támapályázat kapcsán vállaltunk. Ez több mint egy hónapos időt ölel fel, és most kezdtük el. Ennek keretében láttátok a kezdeti lépéseket, amikor az egész hónapot a jeles napokhoz kötjük. És a gyerekeknek az volt a feladata, hogy keressék ki azokat a napokat, amelyek ebben az időszakban megtalálhatók, és amihez kapcsolni fogjuk az egész projektet. Az iskola életében mindig egy kitüntetett rendkívüli nap, amikor a szülők jöhetnek és megnézhetik egy nyílt nap keretében, hogyan miképp folyik a munka. Egy pedagógusnak mit jelent a nyílt nap? Hát kezdő pedagógusként bizony az embernek a görcs ott volt a gyomrában, de aztán az évek múlásával egyre inkább büszke voltam arra, hogy megmutathatom a szülőknek is, hogy mit tudunk. Szerencsére alsó tagozatos nagyon nagy az érdeklődés, ez azt jelenti, hogy az osztályoknak körülbelül 90%-ának a szülei itt vannak. Van, ahol apuka, anyuka, nagymama is eljön, mert érdekli a csemetéje. És nagyon örülök neki, hogy a tévé lehetőséget biztosít erre, hogy tévén keresztül is megnézhetik. Gondolom azért az a jellemző, hogy első osztályban a legnagyobb az érdeklődés, és gondolom 8. osztályban a legkevésbé. Hát ez igen, így van. Én szerintem ez a gyerekektől függ, hiszen a felső tagozatos gyerek már nem szeretné, ha az édesanyja bennülne. Tehát nem azért, mert a szülőt nem érdekli, nagyon érdekli, úgyhogy várunk bennetek szeretettel holnap is, amikor a felsősök lesznek. Talán tévén keresztül megnézheti a gyereket. Ebben a kategóriában első helyzet lett Babos István. Egyedik osztályos tanuló, gratulálok! Gratulálok, Puszti, további sok sikert neked! És mielőtt elmennél? Autós. És? Ja. És akkor a hetedik, nyolcadikosok között negyedik helyezett lett Tóth Flóra Kőszegről. Harmadik helyezett lett Csepregről Holpán Erika. Második helyezett Finta Veronika lett Csepregről. És akkor a legeredményesebben, leggyorsabban megoldotta ebben a kategóriában Radics Gergő, hetedik osztályos tanuló. A Kikiben egy eredményhirdetés volt, méghozzá Sudoku versenynek az eredményhirdetése, de mi is ez, egy játék, vagy ez egyfajta vetélkedő, miről van szó? Játék is, vetélkedő is, egy nagyon hasznos gondolkodtató tevékenység, melynek a lényege az, hogy nálunk egy 9x9-es számmezőben minden sorban, minden oszlopban a számokat 1-től 9-ig be kell írni, úgyhogy soronként és oszlopmonként a szám csak egyszer fordulhat elő. Ezen belül még kis négyzetek vannak, és ezek a számok azon belül is csak egyszer fordulhat elő, tehát ez nagyon hasznos, gondolkodtató, fejleszti a gondolkodást, a kreativitást, hasznos időtöltés, rövidnek és hosszú távon, kicsiknek és nagyoknak, tehát mindenkinek tudom ajánlani, hogy szudokuzzon. Ezt a tanórán is használják, vagy csak a szabadidőben? Főleg szabadidőben, de néha tanórán is. A diák önkormányzat minden iskolának része. A mi általános iskolában is jól működik.
vezetője jelen esetben Pomázi András tanár úr, aki jól terelgeti a gyerekeket. Mi a demokráciáról nem beszélünk, hanem gyakoroljuk. Fórumot tartunk, ahol az iskola vezetősége, pedagógusok jelenlétében a gyerekek feltehetnek kérdéseket, és hát próbáljuk magyarázni a bizonyítványunkat, azaz mit miért csinálunk, mi a célunk a számukra néha szigorúnak tűnő szabályokkal. Kiváló rendezvényeik vannak, átszövik az egész tanévet, játék, okosan, vidáman telnek ezek a rendezvények. Nagy segítség volt számunkra a 12 rendezvényünkben, ami a mindegyik film vetítéssel zárult. Ezt mi csak úgy hívjuk, hogy Kiki mozi, és a Diák Önkormányzat más egyesülettel, civil szervezettel a városban működő cégek segítségével és a Szombathelyi Szavária mozival szerződve kiváló szórakoztató programokat segítettek. Jó napot kívánok, Holpár Erika vagyok. Jó napot kívánok, Zakariás Brigitta vagyok. A Diák Önkormányzat képviselői vagyunk. A Diák Önkormányzatnak a legfőbb feladata, hogy az iskolai munkát segítsük. Törekszünk arra, hogy a tantestület és a diákok között jó együttműködés legyen. Évente szervezünk programokat, mindenféle házi bajnokságot, például zsámoly, focit, kosárlabdát, kézilabdát, hulladékgyűjtéseket is, papírgyűjtést, elektromos hulladékgyűjtést, kupakgyűjtést, elemgyűjtést, különféle táborokat, például sítábor, vándortábor, minden tavasszal kerékpártúrát Ausztriába, a sulibulit, farsangot és a karácsonyi ajándékkészítést is mi szervezzük. A versenyeken részt vett tanulókat jutalmazzuk, és a legfőbb iskolai programokat támogatjuk. Gyűléseinken mindig megbeszéljük az iskolai problémákat és a jövendőbeli teendőinket. A diákok nyugodtan fordulhatnak hozzánk, és mi ezeket a problémákat megpróbáljuk közvetíteni a tanárok felé. Környezettudatos magatartásra neveljük a gyerekeket, felnőtteket is, egyúttal magunkat is. Persze ez nem új keretű, Csepregen régóta fontosnak tartják a kulturált szép környezetet. Ehhez segít programokkal az általános iskola, olyannyira, hogy a tavalyi évben ökoiskola címet nyertünk el, és nagyon büszkék vagyunk erre a címre. Persze nem csak elnyerni kellett mindezt, hanem meg is tartani. Úgyhogy a kertünk végében lévő veteményes kert, komposztáló, elemgyűjtés, rendkívül nagy mennyiségű papírhulladékot gyűjtött össze a Diák Önkormányzat segítségével az iskola diák közössége, szülei, és hát, hogy mennyiben segítik az ökoiskolásokat mások is, hadd mondjam, hogy az Erdészeti ZRT Szombathelyen működve megajándékozott bennünket különböző sövényekkel, fákkal, amit éppen most ültettünk el. Reméljük, hogy ez is hozzásegít bennünket a zöld környezethez és az ökoiskolai célok megvalósításához is jó teret adnak. Sólyom Miklós tervező úr egy hatalmas, körülbelül 200 literes akváriumot tervezett az intézmény aulájába. Az idejében sikerült ezt az akváriumot benépesíteni, olyan, mint egy kis tengerszem, halacskák, vízinövények, a gyerekek megnyugtatására, örömére. Van olyan kis tanítványunk, aki így kezdi a napot, hogy arra kerülve megy be az osztályába, mert a kedvenc halát megsimogatja az üvegfalon keresztül. Köszönöm Póca Tominak, aki hát pedagógusok segítségével, de a szünetekben önállóan is érkezik ezeket a halakat gondozni, és felhívja a figyelmünket, hogyha valami probléma van, amit ki kell küszöbölni, úgyhogy nagyon jó érzés, hogy a gyerekek is nagyon hamar magukénak gondolták ezt a szép
természeti díszt az aulában. Jó napot kívánok, Pósza Tomásnak hívnak. Én gondolom a Csepreg iskolában a halakat. A halakat két hetente vagy hetente szoktam etetni. Éppen, hogy milyen éhesek, a halaknak az oxigén bevitele vízforgatón és egy gépen keresztül megy, amit éppen pumpálja be nekik az oxigént. Hogy én élettem az akvárium felelős, azt az osztályfőnök úr osztályfőnök órán felvetette, hogy lehet akvárium felelős is az iskolában, diák, és én jelentkeztem a posztra. Mennyire szereted a halakat, foglalkozol-e máshol velük? Hát a halakkal otthon nekem nincsenek, de az egyik barátomnak voltak halai. Onnan tetszettek, más téren viszont horgászok, sporthorgászként. És a sporthorgászat azt jelenti, hogy nem viszem haza a halat megenni, hanem csak kifogom és vissza is engedem őket. De milyen gyakran kell ezeket a halakat tisztítani, vagy az akváriumot? Hát tisztítani nem feltétlenül 2-3 havonta muszáj csak, mert algaölőszert raktunk bele, és nagy teljesítményű neonok vannak itt mögöttem. Most azok is most lettek belehozatva, és abból a 28 halból, ami van benn, abból 4 darab algaevő hal, és azok is tisztítják az akváriumot. Iskolánkban alsó tagozaton emelt óraszámba tanítjuk a testnevelést, délután pedig ingyenesen tömegsport, illetve iskolai sportkör foglalkozásra járhatnak a gyerekek. Ezeken a foglalkozásokon felkutatjuk a tehetséges diákokat, és tudunk foglalkozni velük külön. Akik pedig nem ilyen kiemelkedő képességűek, őnekik is iskolánkban megoldott a mindennapos testmozgás lehetősége. Van egy kiváló tehetségük, arról egy mondatot szól. Gernye Dominik az a kiváló kis fiatalember az iskolánkban, akinek lehetősége nyílik most márciusban a Budapesti Artista Képző Iskolába felvételizni, ott is kíváncsiak tehetségére. Az iskolában egyre több tanulási nehézséggel, illetve tanulási zavarral küzdő gyermekünk tanul. Nagyon fontos, hogy a tanulási nehézséget, illetve tanulási zavart nagyon korán ki tudjuk szűrni, már a kisiskoláskor kezdetén, illetve a legjobb az, amikor már az óvodáskorban fény derül erre. És amint fény derül a gyermek problémájára, akkor megsegítjük fejlesztő foglalkozásokon, illetve rehabilitációs foglalkozásokon a gyermekeket. Ha a tanulási zavarral állunk szemben, akkor minimum heti három órában tudjuk segíteni a tanulókat, ahol elsősorban a gyermekek részképességeit fejlesztjük, tehát például a figyelmüket, gondolkodásukat, emlékezetüket, észlelésüket, olvasásban, illetve írásban segítjük, illetve az olvasás-írás tanulás folyamatát segítjük a kisiskolás gyermekeinknél. A Csepregi Általános Iskolában a zeneiskola mellett, mint művészeti intézmény, tavaly indult a színjáték tanszak. Ez egy új, és azt hiszem, hogy Vas megyében talán egyedülálló kezdeményezés a művészeti oktatásban. Az iskolában nagy hagyománya volt a színjátszó szakköri munkának. Én magam körülbelül most már talán 8 éve, 10 éve is színjátszós gyerekekkel dolgoztam. A tanítványaim jártak vissza délutánonként szakkörre, és akkor indultunk különböző fesztiválokon, ünnepségekkel léptünk fel.
Miután elvégeztem a drámapedagógiát a Színművészeti Egyetemen, akkor jött az ötlet Otiliától, igazgatónőnktől, hogy csináljunk egy képzést, egy tanszakot. Miután a zenei képzés már adott, így ez egyáltalán nem volt nehéz. Idén sikerült hozzátennünk a minősítést is, úgyhogy kiválóra minősített színjáték tanszakként működünk, most már második éve. Három csoporttal dolgozom, két picivel, egy elsős és egy másodikos csoporttal. Ők az előképzősök. A színjáték tanszak ugyanis úgy működik, hogy két évig, ez lehet egy év, lehet két év, az alsós gyerekek előképzősként járnak heti két órában, drámajáték órára, ahol beszédfejlesztéssel, mozgásfejlesztéssel, koncentrációs, figyelem, összpontosító feladatokkal, és hát rengeteg játékkal foglalkozunk. A gyerekek nagyon-nagyon szeretik, és vannak eredményeink is, mert a városi műsorokon már a picikkel is rendszeresen részt veszünk. Mellette pedig második éve az alapfokú csoport is működik, ők heti 4 órában vesznek részt színjáték tanszakos képzésben. Ez azt jelenti, hogy 2 óra drámajáték náluk is kötelezően tartandó, és mellette ettől a tanévtől egy mozgástanárt, a Szombathelyi Vörös Sándor Színháznak egy táncpedagógusát, koreográfusát kértük fel, aki óraadóként szintén hetente dolgozik a gyerekekkel. Nagyon-nagyon fontos ugyanis a színjátékban az, hogy a mozgásuk összeszedett legyen, rendezett legyen. Maguk a gyerekek is nagyon élvezik, és nagyon újnak találják ezt a fajta munkát. Nekem meg borzasztóan jó, hogy egy-egy produkcióhoz ketten tudunk szakemberként hozzányúlni, és ketten tudunk dolgozni egy-egy produkcióval. Emellett a gyerekeknek van még beszédtechnika órájuk, vers és prózamondás órájuk, ahol egy-egy adott műsorra készülünk, annak a dolgait járjuk körbe, vagy tényleg kimondottan beszédtechnikával, illetve különböző versek mondásával, kiállással, színpadi mozgással, színpadi megjelenéssel foglalkozunk. Az ünnepi hét pénteke az mindig a nemzetiségi nap. 3 nemzet áll nálunk színpadra. Ők a horvátok, a németek és a romák. A mi intézményünkben mindegyik képviselteti magát, és ilyenkor örömmel mutatkoznak meg. Idén legnagyobb meglepetésünkre Erdélyi Robi verset írt. És hogy mire jó egy ilyen ünnepi hét? Hát erre, hogy megtudtuk, hogy Erdélyi Robi, aki 2 évig magántanuló volt, és ő maga is rájött arra, hogy bizony felkészítés nélkül, iskolai segítség nélkül nem nagyon tud eleget tenni az évvégi tantervi követelményeknek. Visszajött hozzánk a maga 17. évével, és nagy-nagy örömmel lépett fel saját versével, amely cigány nyelven is, valamint magyarul is elhangzott. Rudi Mohu, Romana Romsi Durale, Katare Gurdjuk Sotra Inde, Magab Debrezta Pashame, De Mare Tezsutiane, Amenge Romenge Zorszasztimo, és a Rorenge Lomgutai, Rovesum Nakai Kastrugoja, Ova Megintan Arakasa, Kadothan Kenaya Mar, Soy Prevesosi Romano, Senas Gursi Kocsika Meneme, Pero Dél Tezsutiane, Odél a Menzsutia, Lásotan Tarakasa, Dél Pashame, Mare Nemzsutia. Erdély Robert, Ima. A cigányok erősek, a fájdalomtól, amit megértek. Istenem, most védjön, mert több áldozat már nem kell. Változzon meg most a világ, nyíljon ki sok szép virág. Kérek a népemnek erőt, egészséget, gyermekeinknek hosszú létet. Élhessünk boldogságban végre, minden rossznak legyen vége. Istenem,
most kérdődik, mert több bánat már nem kell. Az ünnepi hét utolsó napja a Suli Kukucska címet viseli. Ez a Suli Kukucska azért fontos számunkra, de talán a minket választó szülők számára is, hogy betekinthessenek az intézményünk mindennapjaiba. Láthassák azt, hogy mi mindent kap az a kisgyerek, aki a dr. Csepregi Horváth János intézmény általános iskoláját választja. Feltétlenül fontos megemlíteni, hogy írunk, olvasunk, számolunk természetesen, mint minden más általános iskola elsősei, de kínáljuk mi
az idegen nyelvet is, az angolt, a németet. Nem is azért, hogy perfektül megtanuljanak már kiskorban a gyerekek valamilyen idegen nyelvet, hanem azt a közeget szokják, amiben ezek a nyelvek élnek. Az idegen nyelv oktatásán kívül én nagyon fontosnak tartom, hogy az óvoda iskola átmenet az zökkenőmentes legyen. Probléma minden kisgyerek számára. Ugyan motiváltan jön át az óvodából, minden kisgyerek tanulni akar, de hogy ezt a motiváltságot mennyire tudjuk fönntartani, az nyilván attól függ, hogy első osztályban milyen környezetet teremtünk a számukra. Iskola otthonos formát, valamint napközi otthonos formát is egyaránt kínálunk. A gyerekek, az első osztályosaink egy elszeparált helyen vannak az intézményünkben. Ők sem zavarják a nagyokat, a nagyok sem őket. Kiváló teret biztosítunk a gyerekek fejlesztéséhez. Ezen kívül, ami a specialitásunk, hogy alapfokú művészetoktatási intézmény vagyunk, zeneiskolásaink kiváló eredményeket érnek el, és már igaz az óvodában is, hisz zeneovisok is találhatók a mi intézményünkben, de később a hangszeres tanulás, tehát a szolfézson kívül a zeneoktatás is fontos számunkra. Első osztályban a kisebbeknek tanítási idő alatt, tehát a reggel 7:30-tól délután 4-ig tartó időszakban vannak ezek az órák, csak úgy, mint a színművészeti ág, hisz most már a tavaly évtől kezdődően alapfokú művészeti oktatási intézményünk kibővült a színművészeti ággal, annak is a színjáték tanszakával, és ezek a színjátszós gyerekek egy üde színfoltot képviselnek a mi intézményünkben. Első osztálytól lehet ide is íratni, és ugyanúgy évvégén bizonyítványt kapnak, mint a zeneiskolásaink, és hát nagy örömmel vesznek részt ezeken a foglalkozásokon, ahol Németh Andrea drámapedagógus, valamint a Vörös Sándor Színház mozgásterapeutája tart számukra foglalkozást. Funny eight, funny nine, funny cases, ten funny.
és hogy mennyire is hatékony a pedagógiai munkánk. Álljon itt eredményünk, internetről is letölthető. Bizonyítékként hoztam a 2011. évi országos kompetencia mérés eredményét. Ez a 6. és a 8. évfolyamnak a szövegértését matematikai logikáját dicséri. Ezek a kis mosolygó fejecskék remek teljesítményt mutatnak, más kisvároshoz viszonyítva magunkkal is elégedettek lehetünk. Comeniust idézve, pedagógiai hitvallásunk megvalósulni látszik, szükséges minden tehetséget kiművelni, hogy mindenki, aki embernek született, tanuljon meg emberként élni.